őstörténelmet, illetve hogy kell őstörténelmet kutatni. Ez azért nagyon fontos, mert ha ezt a metodikát, ezt a szabályt az ember megtanulja, akkor azon vesz észre magát, hogy előbb-utóbb minden érdekes kérdésre, vagy lényegi kérdésre, inkább azt mondom, választ kap. És emellé egy-két ilyen mozaikus részletinformációval is gazdagonni fog. Az első és legfontosabb dolog, aminél én azt mondom, hogy a kutatók azt 80%-a elvérzik, és ebbe azért a hiába akademisták, meg hiába hivatalosok, de azért ők ebben profibak, ez az úgynevezett érzelmek kizárása, és csak is tudatossággal hozzáállni a kérdéskörhöz. Nyilván az ember nemzet érzelmű, magyar ember, és hogyha neki nem tetsző információkat olvas, talál, adott esetben még bizonyítva is lát, akkor hajlamos ezt figyelmen kívül hagyni, ami hiba. Mert minket az igazság kell, hogy érdekeljen, és nem az a dolgunk, hogy megítéljük, hogy mi, mi volt helyes egy adott történelmi ponton, vagy mi nem. Mert nem voltunk ott, nem tudjuk a viszonyokat. Tehát az első, és anélkül senkinek utasó magyar ösztörténelmet, magyar emberként, hogyha az érzelmeit nem tudja kizárni. És csak és kézenek tudatosan a bizonyítékokra kell koncentrálni. Ez az első számú lépés. A második számú lépés a forrás ismeret. Tehát ismernet kell a krónikáinkat, ismernet kell különböző híres kútfők közléseit, Hérodotosz, Priszkos, stb. Most csak példának mondom, a neveket rengeteg van, hogy ők mit mondtak a szkítákról, a hunokról, a magyarokról, stb. Érted? Tehát ez a lényeg, mert ez még önmagában nem biztos, hogy igazat mondanak. Ezért a harmadik számú lépés az úgynevezett forrás kritika. Amikor egy forrás meg kell próbálni összevetni több más forrással. Például, hogyha már itt az első hármat össze is tudom foglalni nektek, az érzelmekre hallgat az ember, akkor nem nagyon tetszik neki, hogy álmost feláldozták. Hát mi az, hogy mi feláldozzuk a szakrális vezetőnket, ugye ez van a gesztában. Tehát önmagában itt már egy érzelmi problémával találkozik az ember, és egy forrással, ami ugye gesztában van leírva. Tehát az első két pont megvan. Jön a harmadik pont, az úgynevezett kritika, és bizony azt látjuk, hogy a türk, kazár és kulturálisan hozzánk kapcsolódó népeknél is vannak az adott szakra és vezetőikkel kapcsolatban efféle források. Tehát én azt mondom, hogy a forrás nál, ugye itt már átmegy Anonymous. Tehát igazat mondott, Á, most feláldoztuk. Aztán jön a negyedik számú bizonyíték, az a régészeti bizonyíték. Ez a negyedik. Tehát a régész kiássa a sírt, vagy autópályaépülés, leállítják, mert találnak sírt, vagy letolják is lebetonozzák, tehát ezek a verziók vannak, de hogyha forrás alapján kutat a régész, tehát mondjuk egy okleveles adat alapján egy templomot szeretne kiásni, nem is olyan régi, történet mondjuk középkori, akkor általában sikerrel szokott járni. Tehát itt megpróbálják a helyre információkat beazonosítani, és ott ásnak. Szóval ennek kor meghatározó leletek, lehet c 14 el vizsgálódni, mindent lehet már régészetnél is. Itt ugye Hozzá kapcsolódom a például vagy a kendei történethez, világárokba kutat Sashegyi, és dr. Galus Sándor régész talál a, e, a sziklasírban, nyilván Sashegyi mutatása alapján tárja a föld, de ő talál egy olyan e, perzsa jellegű üvegméreg poharat, amit e, rituális e, mérek bevételhez, rituális kende használtak. Tehát itt már régészeti bizonyítékot is e, nyer mondjuk a kendékről szóló információ anonimusnál, amit ugye forráskritikával már megerősítettünk, türk és kazárvonalon, illetve itt már a régészeti bizonyíték is jelentkezik. Akkor jön a következő lépés, az antropológia. Tehát, hogyha van csontváz mondjuk egy sír esetében, vagy bármely más régészeti feltárás során, akkor ezt antropológiai vizsgálatnak vetik alá. Meg kell állapítani a csontváznak a nemét. A nemét azt többféleképpen lehet megállapítani, az első és legfontosabb az a medencecsont. Hogyha kártyaszív alakú, akkor férfi. Ha ovális alakú a bemellete, akkor nő. Tehát fölülnézetből. Ha a farkcsonti rész záródik, akkor férfi. Ha nyitott, akkor nő. Ez mind a anatómiával van összefüggésben ugye a gyermek születésével. És eleve ugye a férfiak csontosabbak, robosztusabbak. Ezért aztán bohózati kategória, amikor van egy antropológus szakvélemény, mondjuk Nemeskéri Jánosi Sarsegyi kutatás kapcsán, és vagy Kiszeli, illetve Bruce Latimer véleménye Petőfi kapcsán, és akkor jön az akadémia, áthúzkodja a számokat, és kihozza, hogy ez nő volt. Én mindkét esetben ezt csinálták. Tehát ez történelmi és a hazugság is ismétli önmagát. Azért nevetséges, mert mondom még egyszer, a medenci csodban egyértelműen lehet következtetni a nemére. Legfeljebb azt lehet mondani egy kicsit, feminim csontozatú férfi, vagy egy kicsit robosztusabb nő. De azt nem, hogy a, az anatómiai sajátosságok alapján melyik nemhez tartozik. Aztán még van, létezik a csecsnyúlvány, ami a nevét vele ellentétben ugye a koponya hátsó részén található. Ez férfiaknál van, nőknél nincs, és a homlok magasság is árulkodó szokott lenni egy adott Fajta típuson belül. Na mik ezek a fajták? Ugye ezek pedig régiókat határoznak meg, például a turáni típus, az Turánból származik, a taurik típus, az a Taurus hegységről kapta a nevét, tehát egyéb iránt ez a sasvélféle csontváz is az volt, és ebben az Árpádok és a Amblokka magyarság legfelsőbb vezető tartozott. Tehát itt a fejedelmi sírral állunk szemben, egyébként, ezt a dr. Mészáros Gyula turkológus is megemlítette. Úgyhogy itt már antropológiai lag is bizonyítva lett. Hát aztán az életkor is lehet következtetni a fogazatból, 60-70 év közötti volt a csontváz. Így is jelent meg egyébként a korai lapokba, korabeli lapokba, aztán jön a trollkodás, meg a széthazudás, meg a lejáratástól, ahogy szokott lenni. Tehát ez itt már az antropológia. Aztán következő lépés most már, akkor még nem, de most már van mód genetikai vizsgálatra. Ebből a csontvázból kallódhatott el az az emberi lábúj perc, amit Szörényi Levente, aki jelenleg Repicski Tamás régész égisze alatt kutatja a holdvilágárkot, megtalál egy ilyen gyökeres földdel, földes részen, és ezt ő DNS vizsgálata Raskó István professzorhoz, genetikai professzorhoz, akinek azóta már Pestre költözött a laboratóriuma, de akkor még Szegeden volt, és oda elvitte a DNS vizsgálat, és azt a az eredmény kapta, hogy nem lehet értékeltő dns nyerni ebből a lábujpercből, mert ugye szabad ég alatt volt, ázott, fázott. Ez elvileg biológiailag lehetséges. Tehát most nem kell mindig összeesküvés emléleteket kreálni, van így is elég, ez önmagában így lehetséges, és ez a valószínűbb. Tehát az volt itt a valószínűbb, hogyha 1941 óta gyakorlatilag vékony földrétegnek gyökerek között van, mert ugye ezt kiásrák és elkallódott tehát amikor szállították el a csontvázat, akkor kalódott el. Ott mondom még egyszer, fagy, eső, napsütés, stb. Tehát itt igazából, meg hát ugye a baktériumok is kizabálják, amit lehet. Itt ez volt a valószínű. Most már vannak modernebb módszerek, természetesen még egy próbát lehetne tenni, ez ügyben egy másik genetikai laboratóriumban, de hát ezt már megreszelték, minden lehet, hogy ha hagyunk, hagyatkozunk a, az összes küvés elméletekről, még az, hogy Belenyúltak valahogy, és a vég, végképtelenesen DNS-t venni. Ez lett volna a genetika. Na, ilyen jellegű bizonyíték nincs. Például konkrétan így a kendéinkkel kapcsolatban, mert nem került még elő olyan úgymond kende csontváz, ami, amiből aztán DNS is lehetett volna venni. És akkor jön el még a nyelvészetet, szoktam ide venni, de ez csak akkor van értelme nyelvészetről beszélni, hogyha bármi nem írásos tárgy felszínre kerül a sírból. Van -e erre is példa, tehát vannak germán runákkal ellátott hunkori övcsatok, stb. Van magyar szöveggel, magyar széke, magyar rovással ellátott késő avar, tehát árpádék bejövetelét megelőző időszakból a kárpát Szar, szarvasi tűtartó, a kiskundorozsmai csont ívég, ezek mind-mind székely-magyar rovásírása vannak róva, és magyarul értelmes magyar nyelvű feliratokat tartalmaznak, majd magyarul beszélő emberektől származnak. És a dolog külön érdekes, hogy a nyelvészeket ez nem érdekelte, a nyelvészek ezzel nem foglalkoztak, ezt Vékony Géza régész fordítatta le. De ugye ezen nemzeti múzeumban találhatóak ezek a tárgyak, úgyhogy itt ezt nem lehet semmisnek tekinteni. Nyilvánvalóan itt is van a trókodások, hogy hát ez nem az, mert nem az, de az az kész. Jó, hát nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Bármikor, bármilyen előadást hallgattok, bármilyen könyvet olvastok, ha föl tudjátok venni a kapcsolatot az előadóval, vagy az íróval, vagy akárkivel, minden esetben kérjetek forrásokat, igazolásokat, milyen bizonyítékokat tud felhozni az ügyben, amit állít. Ez nagyon fontos. Az előbb említett okokból. Tehát ezt a metodikai folyamatot ezt végig kell állni. első az érzelmek kizárása. Úgy kezdődik. Hát nyilván lehet első menni, az hogy érdeklődjél irántad, de hát ez fölösleges. Hát nyilván olyan nem fog kutatni, akit nem érdekel. Tehát érzelmek kizárása így kezdődik. Uh, utána források, mik a források, a történeti források. Az a kettes, hármas forráskritika, ezen források összevetése. Más olyan forrásokkal, hogy azonos uh, eredményre jussunk, azonos állításokat uh, olvassunk. Uh, ez a három. A negyedik a régészeti ismeretek, tehát hogy ott milyen volt-e valamilyen fajta régészeti feltárása források alapján, bármiről is, amit éppen kutatunk, lett legyen az személy, uh, lett legyen az templomrom, akármi. Aztán uh, utána jön az antropológiai, uh, havancsontváz persze nyilvánvalóan, hogyha csak a régészeti lehet van, akkor azt a régész fogja meghatározni, hogy mivel állunk szembe. Ha van csontra az antropológia, aztán genetika, az nagyon fontos, szintén, és mert az egyértelmű, tehát a genetika azt megmondja, hogy például a karosi esetet fogom említeni, ugye 102 darab értékelt, DNS sikerült azonosítani, karos 1-2-3-ból, meg még egy-két helyről, a Leparácki és Törökféle Szegedi Egyetem kutatá, kutatói, doktori doktorai genetikusai által, és ugye próbálták ezeket az eredményeket, először ugye összevetették mind archeo mintával, tehát hun, skita, stb. mintákkal, volt egyezés természetesen, hogy ne lett volna, mert van egy ilyen létezik ilyen adatbank, ahol szerepelnek ezek az adatok. És például a Birodalomból Petrovski és Kim által rengeteg, hát nem rengeteg, de jelentős, akkor így mondanám, adatbank van, és ezt össze lehetett hasonlítani karossal. Természetesen. Szumma szumárom, nem is erre akartam most kitérni, hanem arra, hogy találtak ilyen skandináv germán genetikai hasonlóságokat, és ezt megkérdezte a Révész László régésztől, konkrétan Török Tibor genetikus, hogy ez, ez lehet-e skandináv, viking, vagy akármi? Hát lehet, lehet, lehet. És akkor találta a belső ázsiai történetet, akkor ez össze kapcsolatban hozható el a adott esetben a népeivel. Még azt sem mondta, hogy unokka. Na, akkor lecsapta a telefont, és onnantól fogva nem volt hajlandó beszélni a témáról. Ez az egyik, a másik pedig azt is meg lehetett állapítani, vagy meg lehet állapítani, hogy a, például ezek a skandináv germán gének mikor kerültek a magyar etnogenezisbe. És ez a Krisztus utáni negyedik század, akkor érkeznek ugye a hunok, és ilyen ezer környéke, tólig be. Hát az meg ugye a Szent Istváni időszak, tehát amikor a, ezek a nagy be, telepítések vannak, mert ugye Na jó, mindegy, nem térek ki. Uh, tehát, genetika. Ez ezt megmondja, hogy ha SMP vizsgálat van, milyen részletesebb uh, szekvenálás, tehát uh, pontosabban akarunk időben ilyen mutációk révén, tehát még részletesebb mutációkat vizsgálunk, akkor azt mondom, pár száz évre pontosan meg lehet határozni uh, egy adott uh, rokorságják szétválását, stb. Tehát, itt nagyon vita nincs. Tehát ezek a mutációk, ezek jelölnek e, valamit, és amikor azt mondjuk, hogy ugye harmadik Béla esetében r 1 a Z2123 léres, arheó ar 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 mintában kettő darab, ennyi, kettő darab azonos genetikával rendelkező úriember találunk a múltból, nyilván már csak a maradványait. Az egyik egy preszkíta emberke, a mai Volga folyónál az úgynevezett gerendavázas kultúra, tehát preszkíta kultúra, ez a nyugati szkítákhoz köthető, itt lesznek majd később a királyi szkíták is, a vidéken, ugye a mai e, kelet-európai területek, mai orosz-ukrán területek, és e, a Spirinovka-Kurgán, tehát orosz terület, és e, a másikban egy vaskori szkíta. Tehát ezekkel rokon harmígbé, és innentől fogva nem kell a hülye Duma, hogy hát a finnugorok között is van Eredja, de Eredja az É-21-23 nincs. Például, meg az eredje, is, úgy került be hozzájuk, hogy az észtek között van, és akkor az oroszok bevitték, meg mit tudom én, tehát a magyarokkal nekünk, és ugye nagyon sok magas az eredja, tehát itt, itt, megy a mese megint, meg megy a hazud, de a trollkodás az mindig kísérni fogja, bármi nemű eredményt. Mindig lesz egy ellen oldalra helyezkedés ezzel szemben, és tudjuk, hogy kik által, ugye. A másik, a, a, tehát van az Isten népe, meg van a sátán népe, és a kettő az, folyamatosan e, ilyen dualista verekedésben van, úgy néz ki. Mert ugye mi az urvánista vallásunkban, ősvallásunkban nem volt sátán, meg nem volt Isten külön, egy vallás volt, ezt úgy mondom, hogy egy az Isten, egy Isten itt volt, és minden más, ami már sátán Istenre bontja a történetet, ugye az a, az kezdődik, Akrimán vagy Ármány, e, és Ahura Mazda vagy Bölcs úr, az úrszó azonos, e, Anyahita vagy Anyaistennő, tehát itt már megjelenik ez a több vallás. Tehát itt nincs olyan, hogy most vagy egy Isten hit van, és akkor van egy teremtő mindenható, aminek a te határozod meg, hogy a jó vagy a rossz oldala erősödjön fel irányadba. Tehát ha jó cselekszel, akkor jó oldal fog fölösödni, ha rosszakat cselekszel, akkor rossz oldal fog felerősödni, és hogyha te egy nép vezetője vagy, akkor a népeddel is az fog történni. Tehát ez egy olyan karmikus hite volt a magyarságnak, ez az urvánizmus. És azért volt az, hogy Mitrasz például, aki a napistennel szoktak kapcsolatba hozni, vagy a napisten, vagy a napot megszeredítő entitása, ő is százszor adja vissza azt, amit te cselekszel. Tehát ez egy karmikus gondolkodásmód volt ugye a magyaroknál, az -magyaroknál, és ezt reformálja meg majd Zoroaster, lesz egy jó isten, lesz egy rossz isten, és te döntöd el, hogy melyik istenhez csatlakoz, és nem tetszett a magyaroknak, mert egy isten, vagy, vagy egy isten van, vagy akkor mi van, és akkor most miért kettő, meg nem tudom, és akkor ez a dualista szemlélet volt. És ezzel ellen bizonyultak lázadások, és azt Asztert is egy hullani meg. Akinek nem tűjük az eredeti mint mert a görög alap az eléggé van torzítva. Jó, nem is lényeges egyébként. Tehát mondom még egyszer, ez lenne az őrstötélet kutatás metodikája, ez pofon egyszerű, mert ezzel megtanulsz szűrni. Tehát bejön egy információ, és akkor általában ugye már az első két-három már három, három, akkor négynél, nem tudom, akkor elbukik. Tehát valakik van valami régészeti leletele, te is látod, hogy egy mesterséges dologról van szó, emberi kéz alkotta, és kész. Itt megáll a történet, mert uh, ugye egyéb régészeti tárgy nem kerül el, ami a kort igazolná, próbálod magát a régészeti tárgyat összevetni, uh, tehát analógiát keresni, más ilyen hasonló régészeti tárgyak, hogy azokra mit mondtak, milyen kísérő tárgy le lettel volt beazonosítva, akkor, vagy uh, jönnek el ilyen valós vagy téves a helyről szóló, a helyről az információk, aztán ezekhez kapcsolódó téves források, stb. És akkor ez egy nagy humbuk lesz az egész, ami vagy igaz, vagy nem, vagy részben igaz, vagy részben nem. Tehát ilyen, ilyen, ez, ez, ez ezzel nincs értelme. Ebbe energiát ölni nem szabad. Itt ez a sorrend, ez a metodika, ez így építhető fel, és, és igenis minden szinten, azért valamilyen szinten képbe kell lenni, és társítani a dolgokat. Hát olyan túl sok ész nem kell hozzá, hogy a szkítákról, a hunokról szóló forrásokat keresgéljük, meg a, a avarokról, magyarokról, meg a rokonnépek kultúra a rokonnépekről, nem pedig le mondjuk a görögökről, vagy egyéb. Persze vannak véletlenek, amikor ott, is ki lehet adni analógiákkal, de, de nyilvánvalóan azért, induljunk el a mi mesdjénken, és akkor ott gyűjtegetni. és akkor abból mi lehet az igaz, mi nem, van-e más kultfő, aki hasonlót állított, vagy adott esetben történetbe, stb, stb. 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 már elmondtam, nem mondom el még egyszer, ezt kicsit ilyen okulásként szántam ezt a videót, részben megelőzve a ostobánál ostoba kommenteket, ami gyakorlatilag nem tud elszakadni, vagy az érzelmektől, vagy nem érti, nem érti, hogy mi az, hogy forrás, meg forráskritika, mi az, hogy régészeti bizonyíték, tehát teljes a, a káosz, és nyilvánvalóan az ilyen emberek nem szükségeltetnek ahhoz, hogy hozzászóljanak. Mert nem tudnak, akkor meghallgassanak. Jó, tehát azt kutasson, aki, aki tudja, hogyan kell. Köszönöm szépen a figyelmet.